Köszönjük szépen Sebő Ferenc Kossuth Díjas zeneművész csodás, meghitt kiállítás megnyitóra hangoló zenéjét. Ebben az angyali hangulatban átszellemülten nyitjuk meg a mai tárlatot, amit Kokas Ignác Kossuth Díjas festőművész galériánk egyik alapító tagja tiszteletére rendeztünk. Ahogy ő mondta egy négy sorosában, festek, mert boldog vagyok. Festek, mert boldogtalan vagyok. Festek, mert boldogok az emberek. Festek, mert boldogtalanok az emberek. Isten hozta önöket az Art Salon társalgó galériában és az online térben. Bemutatom, és egyben szeretettel köszöntöm Sebő Ferenc Kossuth Díjas zeneművészt, Berecki Lórán Munkácsy Díjas művészettörténészt, a Magyar Nemzeti Galéria örökös címzetes főigazgatóját, aki nem mellesleg szintén galériánk egyik alapító tagja. Külön szeretettel köszöntöm Kokas Ignácné Juditot és Kokas Lászlót, a mesterfiát. Én Borsos Eszter vagyok, a mai különleges este háziasszonya. Most pedig tisztelettel felkérem Sebő Ferenc művész urat, hogy legyen kedves még egy zeneművel elkápráztatni minket. Köszönöm a három kis Técsiban, amit versetokat fogom elérni egymás után. A középső, egy ilyen születésnapi vers, átugozítottam a magam képére. 36-75-öt fogok mondani. Se díszas mező,
szemben, Uram, Uram, se pénz, se erő, de én hálom a világba, s nem én velem ő, de én hálom a világba, nem én velem ő. Nagyon szépen köszönjük. Fontos és egyben titokzatos pillanathoz érkeztünk. Ezúttal szeretném felkérni Berecki Lórándot, hogy legyen kedves megnyitni a kiállítást. Hölgyeim és uraim! A Társalgó Galéria körül az évek során kialakult egy baráti kör, és ez a baráti kör beszélgetett művészetről, érdeklődött egymás irányt, de ebben a kompániában a központ, mint a napsugár, mint a nap, Kokas Ignác volt. Mindig figyeltük, hallgattuk a meséit, amelyek mindig a világról szóltak, de valahol a világban, a világ közepében benne az ember, aki annyi rosszra képes, és annyi jót is tud csinálni, és erre a csodálatos keverékről tudott nekünk nagyon sokat mesélni, és szépeket mondani Náci bácsi. De természetesen a személye iránti érdeklődésünkkel azonos súlya volt a művészete iránti érdeklődésünk is, hiszen éreztük, hogy itt valami nem szokványos csodával van dolgunk. Egy olyan ember művészetét nézhetjük, láthatjuk, és próbáljuk megérteni és megérezni, aki sokkal többet tud a világról, mint mink. Valami csoda volt. Kinyitott egy ablakot, kinézett rajta, megfestette, amit ott látott, és az maga volt a világ mindenség. A legapróbb mozzanatokban is föl tudta fedezni az egyetemes igazságot és értéket, anélkül, hogy a valóságban látott részletek elveszítették volna a saját arcukat. Valami megkülönböztetett kapcsolata volt a természettel, ezen keresztül az emberekkel is. A természet számára az erdő, a rét maga volt a templom. És ebben a templomban ezek a művek, imádságok voltak, amelyeket, ha nyitott szívvel közelítettünk, és megértettünk egy kicsit is, csodálatos világba röpítettek bennünket, és megpróbáltunk jobbak lenni. Megpróbáltuk érezni és érteni azt a világot, amiben élünk. A szerencse úgy hozta, hogy egy homokhátsági tanyán, Csengelin, egy Kun település, bocsánat, Kun eredetű település, a név is egy Kun szó, a Csengele, egy tanyán egyszer csak úgy határoztunk, hogy építünk egy kápolnát. És megépítettük a kápolnát, amire meg is fenyítettek bennünket, mert természetesen engedélyt elfelejtettünk kérni, főleg azért, mert ma már nem lehet csak téglából építeni, mi pedig ezt a falusi kis kápolnát vályokból építettük. Náci bácsi többször megfordult a tanyán, nézte, hogy hogy készül, mint készül, és úgy tetszett neki, lehetett rajta látni, hogy tetszett neki. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan a környéken is kószált, mert ott is a természetbe kereste a számára fontos dolgokat. És amikor elkészült a mennyezet, a kazettás mennyezet, elkészültek a padok, amik önmagukban is ugye, már népművészet fele közelítettek, egy helyi asztalos készítette a padokat, akkor szó került, hogy kéne oda az apszisba egy oltárkép.
és ezt az oltárképet megkaptuk Náci bácsitól. Ez egy piéta. Egy piéta, amely nagyon csodálatos, mert tudják, a piétán homorúan tartja Jézus Krisztust Mária. Ezen a képen a Krisztust idéző figura domború, szembefeszül a mindenséggel, és lehet látni, hogy a feje fölött, illetve fölötte emberi kézalkotta szerkezet van. Úgyhogy úgy látszik, hogy a megváltást, a kint és a szenvedést egyszerre bemutató piéta az ember rosszaságával szemben kellett megteremteni. És ez az összetettség, ez a csoda néz ránk ebben a képben, és szolgálta tulajdonképpen annak a kis kápolnának a szakrális teljességét. A sors úgy hozta, hogy a tanya tulajdonváltásán következtében a kápolna is elmúlik, ha szabad így kifejeznem magam, de semmiképpen sem tudunk megszabadulni. És nem annak attól a köteléktől, ami minket ehhez a képhez kapcsol. Úgyhogy úgy döntöttük, hogy elhozzuk a képet az oltárszekrénnyel együtt, bemutatjuk önöknek, mert ezen a tárlaton, amin egy születésnapon köszöntjük a mestert, csak olyan művek vannak zömmel, amik még nem voltak közönség előtt. És ezek a csodaképek a kápolnában lévő képpel együtt egy olyan titkot lebbentenek föl Kokas Ignác művészetéről és az ő emberségéről, amely talán arra is jogot ad számunkra, hogy úgy érezzük, hogy nem csak hogy kortárs művészünk, hanem egy kicsit a jövőnek is szóló üzenet az, amit Kokas Ignác meg tudott fogalmazni a művein. Mi imádtuk Náci bácsit, most is tiszteljük és szeretjük, és én most szeretettel kinyitom önöknek a piéta képet, hogy nézzék meg. Felfedtük a titkot, a remek mű immáron láthatóvá vált. Azonban ugye tudják, hogy ez a tárlat sem jöhetett volna létre, az Art Salon Társalgó Galéria fantasztikus csapata nélkül. Köszönjük Fige Zsuzsanna, dr. Pintér András Ferenc Paf, Rozslai Mirja Meszter, Bereckiné Bódi Éva, Sárközi Adrien Kunéva, Tóth Ágnes, Lévai Miklós, valamint Pocsai Dóri munkáját. Fontos még megemlíteni néhány technikai információt, mielőtt teljesen elmerülünk a műben. Egyrésztről, hogy nyitvatartási időn túl is örömmel fogadjuk önöket, ehhez csak annyit kérünk, hogy előzetesen legyenek kedvesek bejelentkezni. Még két fontos információ, utána esküszöm, hogy hagyom önöket szabadon gyönyörködni a kiállításban. Galériánk a Magyar Postával együttműködve limitált példányszámban emlékbélyek blokkot jelentetett meg, amelyet a mai napon itt már meg is tekinthetnek. Kérem, továbbra is kövessék az impressziók és reflexiók online, illetve hibrid sorozatunkat Rozslai Mirja Meszter vezetésével, melynek mottója szavakon innen, szakmán túl. Kokas mester kiállítása elképzelhetetlen lenne bor és pogácsa nélkül, így kérem, kocincsanak, beszélgessenek egymással egy jót a kiállításban. És a kiállított műtárgyak, ugye jelen esetben nagy többségükben magántulajdonban vannak, de hogyha éreznek magukban kellő harci kedvet, akkor tegyenek egy visszautasíthatatlan ajánlatot a galéria vezetője felé, és akkor onnantól már önökön múlik. Végezetül köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, kellemes időtöltést kívánunk önöknek a tárlatban, és bízunk benne, hogy önöket is annyival magával ragadja Kokas mester művészete, mint amennyire mi szeretjük és tiszteljük a mestert. Köszönjük szépen, hogy itt vannak.